Tudja-e bárki, hogy a magyar történelem legnagyobb hazaárulása, szó szerinti hazaárulása mikor történt? Ebben a mostani műsorban leleplezzük. Ez, kérem szépen, egy 2012 és 2018-ban között lejátszódó történet, úgy hívták ezt a játékot, hogy letelepedési államkötvény. Ezen valakik, mindmáig nem tudjuk bizonyítani, hogy kik, de nagyon erősen sejthetően 1 milliárd 200 millió eurót kerestek, eltűntek ezek a pénzek valakiknél, olyan embereknél, akik léteznek. Ez a létezés, ez a Magyar Parlament Gazdasági Bizottságához kapcsolódott. Rogán Antal bebeszélte, hogy léteznek olyan cégek a világon, amelyek értékesíthetik Kajmán-szigeteken, Cipruson, Tajföldön, és még ilyen oly közeli országokban a magyar államnak a kötvényeit olyanoknak, akik be akarnak ide jönni, letelepednek, és utána azt csinálnak, amit akarnak. Tegyük föl, hogy egy iráni terrorista szervezetnek a vezetője, vagy egy orosz kémfőnök kiállít másnapra egy igazolást, hogy én kérem szépen egy fellah vagyok egy iráni földön, mezőgazdasági munkával foglalkozom, és egy teljes ilyen jogosítvánnyal megkapom, mint valójában kémfőnök vagy terrorista vezér, a letelepedést, pluszban bejutok az Schengen övezet összes országába és az Egyesült Államokba. Ez nagy üzemben zajlott, bizonyíthatóan zajlott ez az egész, és az Egyesült Államok most kezdi csak ezt megtorolni. De a lényeg, hogy azok a cégek, amelyeket megbíztak azzal, hogy értékesítsék a világban, nem a magyar államkincstárt bízták, megbízhatták volna, és akkor nem kerül semmibe. Minden egyes ember után 60 ezer eurót kerestek. Minden egyes ember után, és összesen volt 20 ezer. 20 ezerszer 60 ezer eurót kerestek valakik azon, hogy eladták a magyar államkötvényeket, és ezen nokdacu, ahogy mondani szokás. A magyar állam semmi más nem csinált, csak veszített. A magyar államon pedig Magyarország 10 millió polgárát kell érteni. Ez lesz a mai műsornak a lényege. Tessék meghallgatni!